Kerékpárokat rejtett a Caritas autójának csomagtere a határmenti Beregsurányban. A közel 50 darab biciklit a kárpátaljai Beregszászra és Gyertyánligetre vitte a segélyszervezet. Nem az első alkalom ez, amikor a katolikus Caritas kerékpárokat ajándékoz Kárpátaljára, hiszen néhány hónappal ezelőtt Aknasz Latinára juttattunk el, illetve Visgre 50 darab kerékpárt. Németországból kaptuk ezeket, egy ottani adományozónk gyűjtötte össze, és a katolikus Caritas szállította haza, illetve most pedig Kárpátaljára próbáljuk, ottani iskolás gyerekeknek, illetve felnőtteknek. A Caritas németországi szervezete személyes tapasztalatok alapján döntött az adománygyűjtés mellett. Nach meinem Eindruck, den ich mir in der Ukraine selbst verschafft. Az első benyomásaim alapján, amit Kárpátalján szereztem, az ottani magyar lakosságnak nagyon nagy segítségre van szüksége, ezért Németországban mindent megteszünk azért, hogy segélyszállítmányokat szervezhessünk számukra. A Rákóczi Szövetség évek óta szervez kirándulásokat magyarországi diákoknak Kárpátaljára. Most egy ilyen kirándulás keretében a fiatalok két keréken tekerve juttatták el a határ túloldalára az adományba szánt kerékpárokat. Tudható az, hogy Kárpátalján milyen a gazdasági helyzet, az embereknek napi megélhetési problémáik vannak, és sok kisebb-nagyobb településen élő kárpátaljai embernek ezek a biciklik nagyban fognak abban segíteni, hogy el tudjon jutni egy orvosi rendelőig az egyik településről a másikra jusson. A Caritas a kerékpárok mellett Nagyszülősön orvos misszióval is segíti a kárpátaljai magyarokat.